Európai Uniós határozat született arról, hogy a tagállamok területén élő vadisznóállományokat jelentős mértékben csökkenteni kell az afrikai sertéspest is gyors terjedése miatt. Ezzel hazánkban a jelenlegi vadisznóállomány közel egyharmadával csökkenne. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal nemrégiben új akciótervet tett közzé ezzel kapcsolatban, amiben leírták, a cél az, hogy 2025-ig egy négyzetkilométeren 0,5 vaddisznó tartózkodjon. Karácsony Tibor, a Keskenyi Földtulajdonosi Vadásztársaság vadászmestere is aggódik a jövő miatt. Igen, érzékeny bevételi kiesése fog következni ezekből. El fognak maradni a vaddisznóhajtások. Úgyhogy senki nem fog jönni. Szerintem még van egy évünk talán, ami még úgymond eladható, mert ugye nem megy egyik pillanatról a másikra ez a drasztikus vadállomány csökkentés. A vadásztársaságoknak március 31-ig kell benyújtaniuk a vadászati hatóságok felé azt a több éves tervezetet, amiben leírják, hogyan kívánják elérni a megkövetelt állománycsökkenést. Ha végrehajtjuk ezt a hektáronkénti 0,5 egyedre való állományszint beállítást, ugye 5 évet ír elő az a állományszabályozási nemzeti akcióterv, akkor valahol 40 évvel ezelőtti állapothoz jutunk vissza a statisztikai adatok alapján. Király István, a Tolna megyei vadászkamara titkára épp azt mutatja, hogyan fog csökkenni az állomány, amennyiben végrehajtják az intézkedést. Az akcióterv kettős hatással bír majd, egyrészt nehéz helyzetbe hoz vadásztársaságokat, másrészt megállít egy olyan fertőzést, mely jelentős nemzetgazdasági károkat okoz. Megyénkben is számos, jól működő vaddisznós helyet található jelenleg, amelyek a szabad területi állomány befogásával kerülnek évről évre feltöltésre. Ez egy ilyen állománysűrűség mellett tulajdonképpen nem lesz kifizetődő ezek üzemeltetése. A szakma jelenleg azon dolgozik, hogy a végrehajtás részleteit kimunkálja. Figyelembe véve, hogy több esetben munkahelyek kerülnek veszélybe a vadásztatási lehetőségek visszaesése miatt.